Két emléktáblát lepleztek le a hétvégén a Malom utca 41 szám alatti Ugron Villa tóparti oldalán. Dr. Ugron Gábor élete sok szállal kapcsolódott Tatához, leszármazottai és tisztelői most azért fogtak össze, hogy emléke a tataiak és a városba látogatók figyelmét is megragadja. Az Éremkedvelők Egyesületének elnöke volt a két világháború közötti időszakban, emellett két kormányban, az Eszterházy, illetve Vekerle kormányban belügyminiszterséget is vállalt. Opera Kedvelők Egyesületének elnöke volt, országgyűlési képviselő, úgyhogy jelentős személy tartózkodott ebben a villában 1944-ig. Tatajak biztos, hogy nem nagyon ismerik a tevékenységét, de azt mindenképpen tudni kell róla, hogy nagy művészet kedvelő, művészetbarát volt. A villájában nagyon sok olyan korabeli művész, éremművész, szobrászművész megfordult, akik alkotásaikkal tudták magyarázni azt, hogy itt töltöttek pár hetet a Tatai tópartján. Ezeket nagyon kedvelte Ugron is, úgyhogy hetekig is itt tartózkodtak, és a tóparton rajztáblával lehetett látni a művészeket, amint alkotnak. Az egyik emléktáblát az Ugron család, a leszármazottak, illetve az Ábel alapítvány támogatásával állítjuk, a másikat az Éremgyűjtők Tatai szervezete. Mi abból az apropóból gondoltuk erre az emléktábla állításra, hogy megörökítsük a numizmatikának azt a híres tatai személyét, aki Tatán tartózkodott, élete egy részét itt töltötte, hogy megérdemli az emléktáblát. A másik emléktáblán pedig Ugron Gábor közéleti politikai tevékenysége szólal meg. Azt mutatja, hogy a Székely Nemzeti Tanács alapító tagja volt, belügyminiszter, országgyűlési képviselő, és hát sok más funkciója is volt. Nyilván a család részéről mindig megtisztelő és nagy öröm, amikor a dédapánkról, Ugron Gáborról valami közéleti esemény történik, hiszen ő a két háború közötti mondjuk magyar világ egyik legmeghatározóbb alakja lehetett. A monarchia utolsó belügyminisztere volt, a 20-as években ő volt Erdély királyi biztosa, ugye a trianoni békeszerződést követően ő volt az a pénzügyi bizottság vezetője, aki a kis Magyarország pénzügyeit újra kellett, államháztartás reformját el kellett végezze, aztán a Magyar Művészeti Tanács, a Vitorlás Szövetség, borzasztó sok társadalmi nevezetesség fűződik hozzá, ez egészen 1942-ig, amikor is ugye a zsidó törvények ellen való tiltakozásul lemondott minden közpolitikai pozíciójáról, és gyakorlatilag a családnak, illetve az üzleti életnek szentelte maradék idejét, és aztán a háború utáni újjáépítésben próbált szerencsét, elvitték a gulágra, mindenét elvették jutalomként, és hát kitelepítésben is halt meg 1960-ban. Ugye nekünk ezáltal mindig nagy öröm, hogyha valami történik. Mi egyébként Tatára sokat járunk kirándulni, de a villát nem kaptuk vissza, ez is a magyar történelem modern életszakaszához tartozik, úgyhogy jól érezzük magunkat.